Elnök úr, egy furcsa kérdéssel hagyj indítsak. Mit szeretünk jobban, amikor egy ilyen raktár tele van, vagy ha üres? Azt szeretjük, ha ürül a raktár folyamatosan, megvan rakva áruval, és tudjuk kiszállítani a rászoruló családoknak. Jelenleg a húsvéti csomagolás zajlik, és ezt láthatjuk a háttérben. Ezen dolgozunk. Igen, és ez most ugye egy új logisztikai központ számotokra, de én azért úgy képzelem, hogy mondjuk a karácsonytól húsvétig terjedő időszakban sem pihent a gyermekétkeztetési alapítvány. Nagyon sok helyre vittünk támogatást január-februárban is. Koncentráltunk is rá, hogy a nehéz hónapok, a január és a február, azok el legyenek látva élelmiszercsomaggal. Azt szeretnénk, hogyha ez a raktár megtelne, és folyamatosan ilyen nagy csomagolás lehetne, nem csak húsvétra, hanem az évnek az egész részében. Ahogy néztem a csomagokat, ugye az előbb dobozoltunk, itt azért nem csak a gyerekekről van szó, ezek sokkal összetettebb dobozok, illetve csomagok. A gyerekeken mindig a családon keresztül próbálunk segíteni. Ugye az lenne a célunk, hogy a gyerek lássa a szüleitől, hogy ételt készít, és segít is neki. Próbáljuk ezt adni a családoknak, hogy legyen egy családi összetartás is, és ezzel is javuljon a fiatalok helyzete. Ez nem egy cél, tetszik. A nézők hogyan tudnak segíteni? Konkrét felajánlásokkal akár? Tehát, hogy mondjuk nem tudom, hogy honnan származik az a rengeteg élelmiszer, amit most dobozolunk éppen. Elsősorban magánszemélyek és cégek felajánlásából származik, de nagyon számítunk mindenki felajánlására, és különösen fölhívnánk a figyelmet az 1%-nak a fontosságára. Kérünk mindenkit, hogy 1%-át ajánlja föl valamilyen civil szervezetnek. Kifejezetten örülünk, hogy ez a civil szervezet mi vagyunk. Ezért is igyekszünk sokat jelen lenni és sok helyen segíteni. A munkátokban vagy a tevékenységetek közben tudnak egyébként segíteni az emberek? Tehát például önkéntesek jelentkezését várjátok alkalmanként, amikor mondjuk a csomagok kiosztására kerül sor? Örömmel vesszük önkénteseket, úgy, ahogy most itt ugye önkéntesek segítenek összerakni a csomagot. A kiosztásnál ugyanígy fontos az önkéntesség. Igyekszünk erre nagy hangsúlyt fektetni, és szerencsére érkeznek is ilyen jellegű támogatások. Tényleg is a kiosztásnál alapvetően hogyan érnek célba a küldemények? Tehát, hogy mi alapján dől el, hogy kikhez jut el pontosan? Minden esetben a települési családsegítőket keressük meg. Ők azok, akik tudják, hogy kik azok, akik igazán rászorulnak, kik azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van erre, és azokhoz juttatjuk el rajtuk keresztül. Nem is tartalak föl tovább, meg magamat sem, menjünk csomagolni. A csomagok útra kelnek, ma éppen Lajos Mizsén segítenek a rászoruló családoknak az egy hétre elegendő, tartós élelmiszerekből összeállított csomagok. A családsegítő szolgálat munkatársai segítenek az alapítványnak abban, hogy a csomagok a lehető legjobb helyre kerüljenek.